Rágógumizni és sekszétrúgni jöttem. Sajnos a rágógumiból kifogytam, úgyhogy marad a sekszétrúgás. Na, üdvözlök minden kedves nézőmet, én Oszkár vagyok. És eljött az ideje annak, hogy egy visszavágót rendezzek Disparilnak, amiért múltkor megszégyenített. Ugye az is probléma volt a múltkori összecsapásnál, hogy nálam itt a GZ-dum az úgy van beállítva, hogy egy picit, sőt, jelentősen vissza van véve a játékos karakternek a mozgási sebessége. Tehát 100-ról 67-re van visszavéve. És hát ez ugye komoly hátrányt jelent. Tehát lassabban tudok mozogni, lassabban érek oda. Lassabban tudom a projektájlokat kikerülni. Nem tudom, valami farok kiabál odakint. Lehet, hogy ezt majd fogjátok hallani időnként. Na, úgyhogy most visszaállítottam 100-ra, és megpróbáljuk lenyomni most már azt a köcsögöt. Ráadásul még most nehezebb lesz, mint múltkor volt, mert most ugye elfpálcain starttal fogom csinálni a dolgokat. Most nem hoztam érdekességeket erre a részre, mert ez amúgy is egy rendhagyó videó. Na, tehát felvétel indítva van, és akkor hát úgy fogom csinálni, hogy menet közben látjátok, hogyha meg is dögölnék, akkor addig fogom újra meg újra vinni, amennyiszer sikerül, de azt ki fogom vágni, úgyhogy nem kell attól félnetek, hogy ez egy ilyen 18 órás videó lesz. Csak a sikerest fogom bevágni, aztán a végén elmondom, hogy hány a gyere sikerült maximum. Harmadik epizód, Black Plague plus SSD, és akkor Endgager 38. Igen. Hú, na várjál. És akkor itt ugye ez a sima mentés, na most Sparjul start. És akkor csinálok egy olyat is, hogy Sparjul fight. És akkor várja, és kilépek, csak hogy biztos, ami biztos alapon menjen a dolog. Visszalépek. És akkor Sparjul fight. És akkor a mentést azt a Sparjul fight-ra fogom. Tehát, hogyha nagyon elcseszném, akkor teljesen előről tudjam kezdeni, anélkül itt az engage-gel szarakodni kéne ezzel a parancssal. Ugye ez egy cheat kód, az Endgage. Tehát beírsz egy számot, ugye az első szám az az epizódot jelenti, ez 1-től 5-ig értelemszerűen, a másik szám az pedig a pályát, tehát ugye 38, harmadik epizód, 8. pálya, csak úgy mondom. Na, tehát ugye itt most fontos szem előtt tartani azt, hogy igazából amivel meg tudjuk ölni Disparilt, az ez a fegyver, plusz a 4-es fegyver, mert ugye ezek hitscan fegyverek, tehát egyből ott van a lövedék, és mivel hogy állandóan teleportál az a köcsög, ezért itt most takarékoskodni kell a lőszerrel. Úgyhogy hát szerintem azt fogom csinálni, hogy itt nagyon óvatosan lezutyanok. És akkor felszedem ezt a nyílpuskát. Ezzel fogom ezeket lezúzni. De még lehet, hogy nem is ezzel. Látom, mennyivel gyorsabb a mozgás? Mennyivel könnyebben tudok boldogulni? Csak én nem szeretek ilyen gyorsan mozogni egy játékban, mert ez olyan kicsit olyan irreális. Na mindegy, de egész jól kijöttünk.
Na, szóval volt itt egy kis intermezzo, odaig jutottam, hogy ezeket legyőztem, ezeket a gargoylokat, megvan a nyílpuska, van egy láthatatlanságunk, meg egy repülősi képességünk, plusz ugye ebből a fegyverből van 50 töltényünk, ezt nem akarom elpazarolni, mert ezt majd disparióra kell elhasználni. És akkor itt most abban a hibában estem az előbbi neki feszülésnél, hogy kikerültem az összes itteni ellenfelet, ami ezeknél a portáloknál jelennek meg, viszont a Dragon Claw fegyvert nem is szereztem meg, és azt de biztos, hogy le van rakva ide valahova, és az pont azt nem szedtem fel, úgyhogy remélem, hogy meg lehet találni ezt a fegyvert, mert különben meg vagyunk cseszve. Na úgyhogy akkor a legutolsó ellenfelet, az Iron Lich-et leszámítva, megpróbálom az összes itteni ellenfelet most kiiktatni. Ugye itt van egy titkos hely egyébként, ezt innen is lehet látni, ezt mindjárt ki is nyitom. Igen, tehát itt vannak, igen, itt az Iron Dragon Claw, itt van, ezt elfelejtettem felvenni, vagyis hát végül is, igen, lehet, hogy ha így megyek, akkor annyira nem is gond a dolog. Lehet meg is próbálom így akkor. Mert ez így sokkal könnyebb a dolog. Úgy. Na. És akkor így most még a repülés képesség is megvan. Tehát így most akkor meg tudjuk szerezni ezt. A titkos helyet, ugye? Meg ezt. Oh yeah. Na és akkor itt most mentettem is egyet. Most itt nem kell ezzel foglalkozni. Disparilnak a jelenlegi kinézetével. Most a lényeg az, hogy összegyűjtsünk csomó finomságot, ami így el van helyezve. Én majd tudunk így még egyszer repülni, tehát ez azért jó így csinálni. Most nem akarok semmit a véletlenre bízni, a lehető legoptimálisabban próbálom megcsinálni a dolgokat. Igen, és hát ugye ez az a fegyver, ennek a másodlagos lövése, amivel úgy igazából majd boldogulni fogunk eléinte. Na, és akkor szerintem lassan neki is állhatunk legyűrni, mert itt már összeszedtem mindent, ami így fontos. Itt van még azért tölténytartalék. Például itt is. Alright.
fiam, ez aztán egy idegesítő ellenfél. Rögölj már meg. Na végre! Halleluja! Ki van maxolva a pályai gyákak? Na, így kellett volna csinálni. Ugye itt a sebességgel volt a gond, szóval igazából nem az én hibám. Magamnak nehezítettem meg azzal, hogy visszavettem a sebességet. Oh. Szóval a Blood főhőse, a Blood hőse, ugye aki én vagyok, nem maradhat alul. Nem is maradt. Na úgyhogy remélem élveztétek a visszavágót. Én élveztem, örültem neki. Rágógumizni és sexy. Na, véletlenül átkapcsoltam így jelenettel feljebb. Na, úgyhogy hát folytatódik a negyedik epizód másik pályájától most már majd a sorozat rendesen, de azért ezt véghez akartam vinni mindenképpen, úgyhogy megír egy feliratkozást, meg egy bekövetést, meg egy taggá válást, itt lent lehet taggá válni. Mindenkinek szétrugom a seggét. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Hogyha nem nézed meg ezt a videómat, a fenekedbe fogom szúrni a vasvillámat. Szereted nézni, ahogyan mások játszanak videójátékokkal? A 90-es évek szerelmese vagy? Netán egy zöldfülű újszülött, akinek minden vicc új. Retro és modern számítógépes játékok végigjátszásával foglalkozok. Lehet nekem kérdéseket feltenni, illetve jókedv és kacagás jellemzi a videóimat. Én Oszkár vagyok, gyere és iratkozz fel a csatornámra, nem fogod megbánni.